Sziasztok! Szóval nem egészen két hét múlva átállunk a nyári időszámításra, ami valószínűleg azért lesz jó, mert este világosban is sokáig lehet majd hógolyózni. Mondjuk ez nem hógolyó, hanem egy jégcsap. De most nem is erről lesz szó, hanem a szertár jövőjéről, de előtte be kell mennem a városba, mert hogy van ott egy kis dolgom. Méghozzá itt a Rákóczi téren kell találkoznom valakivel, aki remélhetőleg mindjárt ideér. Ő azt szerintem nem kell bemutatni. Hello! Jós Andrea! Ő meg a zsíros Laci, ugye? Na jó, lépjünk tovább. Szóval Andi most nem tetoválást fog rám készíteni, mint a múltkor. Egyébként az sem igazán maradt meg, úgyhogy semmi értelme nem volt. Néhány napig. Két-három nap után elkezdett halványodni, aztán teljesen eltűnt. Viszont egy tartós szívtetkó darabot fogok kapni. Jó a szívtetkó név? Bizony, jó a szívtetkó név. Na, add ide. Na, azon. Ja, előveszem egy pillanat. Kis táskából. És ezennel ünnepélyesen átveszem és a átadom. Szívtetkó pólót. Igazi szívtetkó pólója lett. Ez nem egy fizetett hirdetés, tekintve, hogy meg is kell vennem ezt a pólót, de az a jelentősége. Igen. Hogy csütörtökön mi együtt leszünk egy helyen. Bizony, egy fantasztikus programban leszünk együtt, ahol fiatal tudósok fognak beszélni, méghozzá nem akárhogyan, mert összesen 3 percük lesz arra, hogy elmondják az ő saját kutatási területeiket. Te ott, mint főszervező veszel részt, meg konferenc, meg... Ez nem egészen igaz, az egyik műsorvezető leszek, illetve ennek a szindikátor programnak voltam a... Mentora, igen, valamilyen igen, mentora, igen. Tehát a 12 versenyzővel... Igen. Dolgoztunk hónapokon keresztül. Én meg zsűri leszek, szóval meg fogom majd nézni, hogy miket alkottatok ti a 12 hónapon keresztül, és szépen majd kritizálom őket, és... De mielőtt erre a pólóra rátérünk, ti is gyertek el, 22-én este lesz az Öt Kertben maga a rendezvény, ingyenes, de regisztrálnotok kell. Igen, rá. És a Szindikátor Facebook oldalán megtaláltok minden információt, érdemes. Illetve lent a videó alatt a linkben. Hát, mert annyira profi vagy, tehát hogy... Ha ráértek, akkor gyertek el mindenképpen, mert egy hatalmas show lesz. Valami 2,5-3 órán keresztül fog tartani. Rengeteg látványelem lesz benne, lesznek stand-uposok, vagy legalábbis egy stand-upos is fogja... Ugye nem én vagyok az? Nem. Borzolni a kedélyeket, vagy éppen szórakoztatni a közönséget, meg persze 12 fantasztikusan jó, ám rendkívül rövid előadás lesz. És ugye a Super Jury-ről ne feledkezzünk el, akik nagyon jó fejek, mármint rajtam kívül két nagyon jó fej. Úriember lesz még jelen. És ennek a pólónak pedig az az apropója, hogy ez lesz majd rajtam a versenyem minden bizonnyal. Szerettem volna Andit meglepni igazság szerint, de mivel egyedül rajta keresztül lehet megvásárolni ezt a pólót, elég nehéz lett volna kivitelezni, hogy titokban megvegyem. Úgyhogy most találkoztunk, és ez már az enyém is. Köszi Andi, szia. És lépek tovább. És akkor most beszéljünk a szertár jövőjéről, mert hogy van neki. Több mint 1600-an töltöttétek ki a kérdőívet, és a válaszadók nagy része egyetértett abban, hogy jobb lenne, ha egy csatornán folytatnék mindenféle tartalmat. Az, hogy ezt milyen formában oldjam meg, ott már megoszlottak a vélemények, de a többség akkor is annak az álláspontján volt, hogy a szertáron legyen mindenféle videós tartalmam, illetve a podcastek is, de erre nagyjából a válaszadóknak a kétharmada szavazott, és nem igazán vagyok biztos benne, hogy ezt hogyan tudnám technikailag a lehető legjobban kivitelezni, de agyalok majd rajta, és előállok valami megoldással. Természetesen a SoundCloudon továbbra is elérhetőek lesznek, de hogy felkerüljön-e a YouTube-ra is a Szertár csatornára, az még a jövő zenéje. Mint ahogy az egységes arculatra is várni kell még egy kicsit, de már dolgozunk rajta. Az a helyzet, hogy volt egy tök jó logótervünk, de aztán kiderült, hogy egy ahhoz nagyon hasonlót használ egy másik társaság, akik hasonló profilra rendelkeznek, még akkor is, hogyha az Egyesült Államokban, de mivel egy bejegyzett védjegyről van szó, ezért ki kellett dobnunk az egészet a kukába, úgyhogy most új ötletekkel állunk elő. Egy szó mint száz, ezen a csatornán lesznek ezen túl a tartalmak, lesznek hírek, illetve tudományos koncepciók feldolgozásai, morális kérdések és persze időnként kísérletek is. A másik csatornát megtartom archívumként, illetve a videókat szép lassan elkezdem majd áttöltögetni ide, mint ahogy rengetegen kértétek is, viszont ott még ki kell találnom azt, hogy hogyan módosítsak rajta esetleg, ugyanis volt, aminek már nem lenne aktualitása itt ezen a csatornán, hiszen valamilyen eseményhez kötődött, de majd meglátom, hogy tudom őket átszerkeszteni, ha erre egyáltalán szükség van. Hát lényegében ennyi. Most megyek haza és írom a forgatókönyvét a szindikátor döntőnek, csütörtökön ott találkozunk. Ha pedig nem, akkor majd a következő videóban itt ezen a csatornán. Sziasztok!